Felavatták a megújult épületeket és köztereket a hétvégén Alsónemesapátiban. Az elmúlt három év alatt több épületet is felújítottak, játszótereket és parkokat hoztak létre. 40 millió forintos Európai Uniós forrásból valósították meg a beruházásokat. Európa része vagyunk már több mint 1000 éven át. Szent István avatott bennünket, nem az Európai Unióba lépésünkön. Ezt megtette már annak idején ő, aki nagy történelmi személyiség volt, és egyben nagy államférfi és szentember. Misével kezdődött az alai településen Szent István király napjának megünneplése. A szertartás után az emberek a történelmi zászlókkal és a vitézi rend zalai egységével vonultak át a kultúrház elé. A kenyérszentelés mellett ünnepélyesen felavatták a közelmúltban befejeződött beruházásokat. A több részből álló fejlesztéshez hasonló még nem történt a településen. Az első lépésben játszott tér 16 milliós beruházás volt. A következő kultúrház esőbe álló új építése, és a harmadikban pedig falupark, postafelújítás, és a település négy pontján egy kis pihenőpad, park, hulladék gyűjtő kirakása, meg még az Árpád Vezér utca vasút csatlakozásánál egy elhalt területen egy kis játszóparkot alakítottunk ki. Az ünnepség végén a felújított kultúrházba kerültek a történelmi zászlók. Az érdeklődőket a sportpálya mellett kirakodóvásár és kulturális műsorok várták.